Szevasztok, srácok, Csipi vagyok, és folytatjuk ma tovább a draft sorozatunkat. Most megnézzük, hogy Alex összerakja a draftot. Azt is leközvetítjük. És állunk a 195-ös. És most rámegyünk a 195-ös draftra, azt mondta Alex. Este mehetnek is a meccsek. Egy hosszabb draft videó. Vagy hát majd Alex eldönti. Azt mondta Alex, mehet. Na, hát ez a kedvenc felállás Alexnek, úgyhogy ezt fogja választani. És nézzük meg, hogy az első pickbe egy jó kis 98-as Messi-t kapunk, ugye a Tolc Messi az nagyon fajn csatár lesz ott elől. Nézzük, hogy kit fogunk hozzá választani, egy jó kis Hazard, a 99-es kártyája, brutál. Már ezt kicsit gyorsan váltogat, nem tudom követni. Ugye jobbra egy Dybalát fog kiválasztani, hát igen, az Argentinnal legalább chemistry-be lesz, tehát végre van egy kis összhang, de egyelőre három külön liga. Na hát innen én biztos, hogy a Kroos-t választanám. Alex is a Kroos-t választja. Nézzünk egy bal szélső védőt, ez elég gyenge eresztés, és ugye megint be van glitchelve, be van bugosodva a FIFA. Nem nagyon dobálja a speciális játékosokat sajnos. És kénytelen vagyunk egy ilyen 85-ös kokét választani. Ebben nem lesz bizony Vast persze, ez a legjobb választás. Ebből nem lesz 193-as draft. Nézzünk egy középső védőt. Bányit minden ligából, ugye? Á, ne, inkább a Chiellinit választ. Max nem lesz chemistry, de jó játékosokból álljon a draft, nem? Na, innen kit választasz? Hát Robertot választja, Alex. És ott egy Varán, az Franco. Nézzük a kapusunkat. Első körben 6 darab speciális kapust kapunk, vagy 5 darab speciális kapust kapunk, de hát nem is tudom, kit választunk innen. Azt mondja, Alex, választjuk a Mandandát, úgyhogy őt választjuk Francia-Franciával, Kemibe. Ez a kezdő 11, ebből kell kihozni valamit, srácok. Testégen az Franco lesz. Kell még egy védő, aki jobb bennél. Hát, Mercado. Kalapfos. Itt pedig egy Mbappé, vagy Eriksen. Hú, hát nem is tudom, hát kit válasszunk? Eriksen nagyon OP, de Mbappé még OP-bb. Mbappé a szuper sub, azt mondja Alex. Dani Alves. Ó, hát nagyon kár volt most beválasztani a védőt, mert... ezek se túl játékosak. Itt az új Lamar. Ja, persze, hova haknánk be, csehova. Vászfejet berakhatod. Nagyon érdekes, hogy ő szélső játékosba jött a középpályára, úgyhogy nagyon gyors. Következő pick, egy ezüst, nagy szar az összes. És itt pedig Perisic, Casemiro. Casemiro, jó kis Casemiro. Franco lesz a védelembe. Úgyhogy ezt oda kitesszük a Kroos-t, balra. Casemiro jön középre majd. Valami szélső játékos jöhetne, mondjuk ott ez az Aspas. Nem, tedd a másik oldalra. Kéne egy jobb véde, rakd be azt. Ja. Igen. 90-es rating, 92-es chemistry, hát ez nem a legfényesebb. Ezek itt kapunk. Dembélé, illetve, hát én bizony kit választanék, Dembélét. Hiszen a Hazard jó lesz ott. Ahol van. Na, alakul, alakul. Alakul. Ó, hát biztos, hogy az Owen-t választanám. Fölrakom oda. Ide. Aha, és majd bejön az, nem oda. Oda, és majd bejön, bejön majd cserébe. Ez nagyon fos. Norler. És Handanovic, majd fölviszi a ratinget. Nem. Akkor megy vissza, mi? Na mindjárt sorrendben rakjuk, srácok, azt megnézzük, mennyi lesz így a draftnak a végső. De hát ez a 191-nél nem lesz jobb, mert kezdőben ilyen 76-os játékosok vannak. Hát sokkal jobb az Hazard, majd bejön most cserébe, ahol. Hát most kettő kemisit most csak fogadni az, nem?
Jó, oké, akkor rakjuk be, jó lesz így, és azt mondja Alex. Majd az edző felviszi az összhangot. Ja, hát a 191 nem lehet jobb. Mert tényleg nagyon gyenge a védelem a kezdő csapatban, srácok. Úgyhogy ennyi, nézzünk egy edzőt, nem? És a spanyol edző? Nem, van egy La Liga Santander-es. Na, jó van, 191-es draft. Így a FIFA végén ez nem egy ilyen túlzottan kiemelkedő draft, sőt egy ilyen alapdraft szerintem a 191-es, de azért remélem, hogy majd ellötyögünk vele a döntőig. Na hát az első ellenfél egész érdekes felállást választott. És ez milyen gyenge csapat? Ez milyen fura egy csapat már, nem? Középpályán egészen van. Betett a Suárez célbe. Védelem is nagyon fura. CDM van ugye CB helyett. Na lássuk. Aha. Tehát milyen kis egy nagy szellemvédelm, úgyhogy majd cserélni fogunk, srácok, be fog jönni a Chiellini. Azt mondja Alex, behozza. Biztos, hogy gólt akar lőni az elején kiglitselhessen. Müller pofára esik. Gaia megindul. Kroos. Ó, Casemironál ott maradt a labda. Messi még tovább fogja adni. Nem. Egyedül kell megoldani? Nagyon nagy hiba. Be kellett volna passzolni a Dembélének, és akkor rögtön gólhelyzet, de hát így. És egy eladott labda az ellenfél részéről. Messi, 98-as Messi, valamit alkossunk már vele. És ott van kipattan a miénk. Na, akkor glitcheljünk ki azonnal. Ha ezt nem akar kiglitchelni, azt mondja, végigjátszik ezt a draftot. Szomorú vagyok. Mindig, hát ha végigjátszik, akkor játsszuk végig. De egy ilyen szar. Lemár lövés. Ellenfelünk kiglitchelt. Ez érdekes volt. De tényleg minden négy meccs ilyen legyen, azt kívánom. 1-0 az első. Rögtön nézzünk is egy következő ellenfelet, én azt mondom. Második ellenfelünk ugyanazt a fos felállást választotta, nem is értem, hogy miért. Még így ez is játékos is berakott, ezt tudja, hogy csaló, tudod? Vagy cserél, vagy nem. Vagy cserélni fog, vagy csaló, hát, de... Neki jobban, hát, nem? Ez egy nagyon gyenge draft. Ugye, hogy van, tudod... Itt is Suárez van, ugye CF-be. Nem tudom, ez magyar? Ez a srác? Miért? Nem tudom, Teach 11. És valami Teach... Teach Chris volt a neve, nem? Chris, úgy érte neked, hogy Chris, nem? Egy jó messzi átvétel, labda átvétel, kijön a kapus, be fogják tenni középre, de hát nem jött össze.
rá kellett volna, messzivel rá kellett volna rúgni pontosan. Beverni, azt ennyi. Eriksen, Suárez. Vennek az a labda, de visszapattan Suárezhez. Kanté, ez bizony, arra megy, hogy kiglitseljen, hogy lőjön egy gólt. Elindítja Messit, és nem volt jó az indítás, de Dembélé ez visszapattan. Hopp, Dembélé visszahúzza. Visszapassz, Casemiro, még tovább áll, de gyenge ez. De egyszerűen nem is tudom, mit akartunk csinálni. Ebben nem volt ötlet. Ebben se. Elfogyott itt a... Hopp. 99-es Hazard. Ezt meg se kellett már próbálni. Aha, persze. Most Eriksen meghúzza, na ez az. Középpassz, ugye okosan játszik az ellenfél, kiindítja a Cavani-t, nem les. Bepasszol és akkor... Nem, te vedd meg észre, hogy mikor van les. Jelzem, hogy jön a rövidre, testegen öklössz. Most már kritikus draft van. Mindig kritikus draft van. Eriksen egy lövőcselszerűség, jön a beadás, figyeld, még rá fogja tenni onnan a Cavani. De tényleg onnan kibújik a Cavani a védő mögül, és onnan ráteszik, tudod? Nagyon hihető a játék. Testégen öklöz. Rabiot. Eriksen ugyanazt csinálja, Eriksen visszaadja, még figyeld. Várán szerencsére résen volt. Következő labda pálya elhagyásánál, vagy szabadrugásnál biztos, hogy cseréljünk, behozzuk Kielint, mert kell a jó védő. Ez jó játék, szépen folyik a labda. Lábról lábra. Sergio Roberto Dembélé, elbassza. Cavani, rögtön csinál egy ilyen nem tudom mit. Na, Cavani meg fogja húzni, igen. Befelé, szép, Mercado, ugye őt fogjuk lecserélni a francba. Talán meg is sérült egyébként a Mercadónk. Mercado, Casemiro. Hazard, ugye Messi. Ugye 98-as Messink van, és ugye 99-es Hazardunk, úgyhogy ezzel azért így lenne nyerni. És akkor bejön még Mbappé Dembélé helyére, ugye ő lesz a másik fantasztikus cserénk. Így megmondom, mit csinálja, mert hát én jobban látok a pályát, átlátom a pályát, átlátom itt az egészet. Na nézzük. Megúdítja Mbappé, Hazard, De Gea védi. Hopp, 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 le már. Még tovább, Hazard, 1-0. Ja, régóta bejött a szöglet glitch, és a szöglet variációnk, ugye? Hazardnak milyen tetkó volt a karján, jól láttam? Csak koszos volt? Nem tudom, mit láttam. 99-es Hazard, de nem hibázott. Fel a hosszúba. Hazard, hopp. Kielinink bejött, ugye? Nem, hát és nem is tudom, mit akartunk. Valamit akartunk, de hogy mit? Suárez az visszapattan a labda. Kanté, kiteszi balszér, Aubameyang meghúzza. És onnan akarta rátenni, ha egyet beadna. Ez még engem is megnevetetett. És Messi indítja rögtön Mbappét. Hopp, lepattanunk. Sergio Roberto lepattant a Mbappéről. Lemar, Kroos vissza Lemarnak. Indul a szélen, Mbappé kapja és beragad a védő. Mbappé meghúzza. Kicsi be kell tenni, mert ott is van 2-0, szép, gyönyörű volt. Nézzétek meg, a Teen Ninja Technős. Ki volt az a néger ott hátul? Látod, milyen fekete volt? Ja, Sakó, nem? Szépen elfinesz sotoljuk mellette. Na, hát jobb a 2-0, mint az 1-0, ez egy nagy igazság.
Ja, napi bölcsesség. Ki jó, a FIFA-ban már 2-0 elkezd hendizni az ellenfélnek. Nem mondom. Ja. 2-0 szarabb eredményt el sem tudok képzelni a FIFA-ban. Nem reagálok erre most semmit inkább. Messi. Kroos, Casemiro, még tovább Hazard. Hazardot nem lehet leszerelni, jó a passz is, közül felújják a Hazardot, kelljen inkább föl. Hopp, beszoptatjuk egy ilyen kis cselfélével, hopp, hopp, még mindig tartja a labdát Gaia. Egy beadás, és majdnem jó volt az Mbappének, még így is, egyszerű támadás volt. Hazard vissza is szerzi. És akkor jöhet a szöglet, Dani Alvesről ment ki a labda. Laporte kap egy sárgalapot. Tudod, a csávó megcsinálta most nem tudom melyik, hopp. Egy nagy varánfejes, megcsinálta nem tudom melyik SBC-t. Egy lövés! Kezdeményül, hogy szar volt nagyon. És abból kinyitotta ezt a hülye screamers mezt, tudod, és azt használja most. De Bruyne. Aubameyang. Hát mi a labda Cavani-nak, visszapasszolja Kanté, de ez viszont már nem jelent, mert Varane jó helyezkedett. Ó, Messi hatalmas nyitást kap. Bazd meg, ezt lehúzod, még egy lépést lehúzod a Messi, hogy a kapus rámenjen, és visszaadod a... És visszaindítod. Nem kellett volna futni a Messi, amíg lehúzod egyet, és... Na jó van, Hazard befejezte. Hú. És utána visszapasszolod, a kapus elmozdul akkor balra. Tigris közben le... startolja, és ki fog lépni. Na hát, ez sem ment végig, hál' Isten. Nagyon könnyű most a draft, srácok. 2018 júliusi csalóak voltam úgy. 1-0-3-0. Nézzük is a következő ellenfelet. Azt mondja, hogy helpdesk CF. Szép, színes. 64-es chemistry. Ez úgy ki fog glitchelni, ha gólt szerez, hogy csak na. CM, Mbappé összeg hátul, tudod. Aha. RV, ugye, tényleg. Ez a szerencsétlen, ez tud, gólt kell ölni, mert ezt ki fog glitchelni abban a pillanatban, hogy gólt lőtt a Ronaldóval, tudod. Csak belakosgatta a jó játékosait, a helpdesk CF. 18 január, igen. Ó, Messi, hát persze járt mi a passza Messinek. Hopp, hopp, hopp. Jó, a beadás is. Még a miénk lehet, de nem a miénk. Kanté kifejeli. Na most nagyon figyelj. Mert ha gólt kapunk, kezdhetjük a meccset újra. Nem adunk neki lehetőséget a góllövésre. Dembélé. Dembélé, 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 távoli lövés. Joris véd. El volt ezért. De most cserélni fogunk, hogyha nem, já, nem megy ki. Hopp. Hazard. Jó, ez is még. Még tovább! Hopp, Dembélé elhúzza! Ó, Messi! Ez mi volt? Na most cserélünk hármat. Kettőt. Mbappé is bejön, és ugye bejön Chiellini is. Mindenkit felhozunk, akit kell! Egyet. Ja, viccesen el a csávónak. Csávó csapatának. Jó szöglet. Ez bizony nem, 11-es, de a kettő is volt egymás után. És most nézzük meg akkor ezt a kontert, ugye a szöglet után nagyon könnyű beszopni egy gólt kontrából. Buzi Dybala lefut mindenkit, ugye most árnyékre vetődtünk. Ugye itt az a fontos, srácok, egyébként egy ilyen kontránál, közben egy Cavani lövés, hogy amikor mentek a védővel, akkor jó szögből menjetek rá, mert hogyha nem jó szögből mentek rá, akkor esélytelen utra érjetek. Ugye ez olyan amerikai fasz is mondott, de tényleg ott a védők bemérik a szöget, hogy hol tudják ledarálni tudod a futót. Tehát nem elkezdenek futni utána, hanem választanak egy szöget, és lelőjítik az utat. Itt is amúgy a védekezésnél ez fontos, hogy milyen szögbe mentek rá a támadóra. Mert hogyha szarszögbe, akkor 2-3 lépéssel lemaradtok mindig mögötte, vagy akár több méterrel is. Ott egy gólhelyzet és gól. Szép. Mbappé, aki befejezte a kipattanó. Abdat behelyezte a hálóba, 1-0, ellenfelünk lesz tatolja? És nem próbál ki glitchelni, vajon? Vagy cserél?
Nyomja a glitchet, mint az állat. Majd be az egy izét, egy estét a kapus. Na. Úgy néz ki, hogy nem glitchel ki. Cserélni fog, Dybala lejön és feljön egy... Ümtiti? Ez színes volt, az biztos. Nem mondom, ki jött be. Dembelét hozott be, atyaiég, na, nézzük. Hopp, beszopjuk ugye ezt, de ezt már nem. Kazemiro úgy ledarálta. Szerintem nem a Kanté volt. Nem, Dembelé volt. Hazard, meg Tatya. Ó, 99-es Hazard. Kroos 2-0 gyönyörű, atyaiég, milyen gyönyörű lapos lövés volt. Szép volt. Good. Na most mit fog csinálni az ellenfél? 2-0 nem annyira, nem rohamoztatom, mert kap még egy gólt és neki akkor annyi. Úgy néz ki, hogy inkább azt választom. Nem, azt hittem, hogy glitchel. Amúgy ezeknek a játékosoknak jobb lenne, hogyha mi glitchelnénk ki, tudod, mert így elveszítik a draftot és nem tudnak glitchelni, viszont amik glitchelnénk, akkor újra kezdhetnénk, tudod. Hopp! Dávid Luiz, talán még ki is állítják? Sajnos nem. A sárgalapot kap. Egyes lábassal fogjuk lőni. Helyette jobb lábassal. 99-es Hazarddal. És ugye olyan szerencsétlenül rúgjuk, hogy... kivédőkapus. És értem ezt miért így rúgtuk, hiszen mindig bal lábassal szoktuk lőni. Bal lábassal szoktuk lőni, és most nem rovan lábassal lőtt. Most kellett belőni. David Luiz. Visszaszerzi az ellenfél labdát, vissza. Isco. Cavani hátra, Jordi Alba meghúzhatja. Meg is húzza, de most befelé fogja húzni, igen. Túlhúzta magát, hát igen. Most tényleg túl húzta magát. De beadás nagyszerű lett volna, ha nem lenne a David Luiz. És hát igen, David Luizát hívtuk, vagy David Luizát hívtuk mindig így, nem? David Luiz, vagy David Luiza. Még a FIFA 15-ben vagy 16-ban. Na, Dembélé. Befelé húz. Cavani. Hopp. Talán jobb is, hogy kicsit felrugdostuk. Mert azért ez gólhelyzet lett volna. Sergi Roberto, nem tetszik a bíró ítélete. Szerintem ez nem volt szabálytalan. Ezek a szabadrugás, aki mögé áll, ez nem más, mint Cavani. Nagyon érdekes választás. Mindenkivel lőném, csak Cavanival, nem? Ő se lövi, hiszen lepasszolja. És Mbappé megindul. Mbappé nagyon gyors, ugye. Messi is kész a kiugrásra, de Mbappé egyedül viszi és ugratja Messi. Nem ugratja Messit. David Luiz becsúszik, nem jó. Mbappét nem lehet szerelni, rálövi. Nem rossz volt. Hazard, még tehát Messi, ez már jó lesz, hogy ott is volt. Ki kellett volna egyiket ugratni az elején a Messit, és akkor minket itt szenvedni, de így is jó, 3-0. A gólszerző pedig... Messi. Hát igen, onnan már azért nem hibázta el. Fantasztikus volt. Good. Hopp, Hazard egy labdaszerző. Szerintem az ellenfél elég már feladta. De nem, mert Hummels egy fantasztikus egy cselez. Ett szerelt. Vagy hát valamit csinált. Csak mindig toppon van. Igen, mert közben bontogatom a pakokat a telefonon. Dembélé, Kanté most már. És megint nem megtoltam, az volt a baj csak. És nem megtoltuk, ez volt a baj csak. Na lássuk, Sergio Roberto, gyönyörű pasztot Cavaninak. Oha. Ez most egyből akarta, ez volt a szerencsénk, mert az túl béna volt, hogy egyből passzolva játszon. Sergio Ramos becsúszik. Gaia megelőző szerelés, Kroos ki a szélre, Hazard be, Messi, nem indul senki, Messi feltartják.
A bedobás, Hazard. Messi, és megint becsúszó szerel Sergio Ramos, Ravdát is szereznek, de aztán Kroos szabálytalankodik, úgyhogy az ellenfélem szabadrugásra, én kilépnék már helyébe 3-0, nem játszanám végig a mérkőzést. Senkinek nem jó ez, fel nekünk nem. Cavani, Ronaldo játszik össze. Én a Bales... Ú, a testége nevet véd. Amúgy ez gólkát van legyen, mi? Ah, ez nagyon kemény védés volt. Na gyerünk, Gaia! Indul a Hazard, adjuk már neki. De szarul adja, de még így is jó lesz. Nem, de jó lesz, nem lesz jó. Hogyha... Hummels, hogy feltartott, mi? Hát jó, ezért most büntetés jár. Ugyan kiindítjuk a Hazardot. Ops! Ez bizony 11-es volt nálam. Sajnos csak nálam. Úgy látszik, hogy lejt a pálya. Ronaldo! Dembele jó labda átvétel, lassan helyzetbe is fog kerülni. Ándan erre beadásra megy, tudod. És akkor fél idő. Fél idő, 8-ban 8 lövésünk talált el a kaput, Helpdesk FC-nél pedig nem tudom mi volt. A tényállás, de biztos, hogy kevesebb volt. Mit mondasz, Alex? Több volt, vagy kevesebb? Alex azt mondja, hogy több volt. Nem. Nem váltott elén embert a játék. Egy elkeseredett Cavani lövés. Közelből már lőne bárhonnan, csak találja a kaput, de nem jön össze. Jordi Alba. Cavani. Ah, eldölt, mint egy zsák. Szar. De kiteszi, az emberek beleépnek a lövésekbe, úgyhogy jöhet a bedobás. Na lássuk Dembélét. Nagyon gyenge volt, de mégis eljut. Megint ment el beadásra, tudod, de beadja a hosszúra, tudod, és akkor ott érkezik valamelyik jól felejő játékos, tehát Cavani vagy Ronaldo, és akkor megpróbál vele valamit összehozni. Ugye volt is egy elég veszélyes fejese az első fél időben, amit a testvére hatalmas bravúrral védett csak ki. Kanté elveszíti a labdát, Casemiro már is indítja Hazardot. Hazardot nem lehet utolérni ebbe a játékba. Viszont egy olyan szarlövést láthatunk tőle, ezt inkább kivágjuk majd. nem, hát így nem. Nem a miénk, egyből passzolja föl, ez általában szar. Ezek a 60 méteres passzok itt a FIFA 18-ban nem nagyon működnek, mert nagyon lelassulnak a labdák, és akkor a védő leragálja. Tehát inkább kis passzokkal kell operálni, hopp-hopp. Messi beszopat egy játékost, még egyet, kipasszolja, Gaia, át a hosszúra, és akkor atyáig valaki lekésett ott, és jött a dobás. Jó lövés, tacs. Na, mi ez? Ja, előtt passz volt. Tovább, nem, Messi inkább lefordul. David Luizra bepattan. És ez egy olyan gól volt, hogy... Hát nem egy szépségdíjas találat. Nézzük vissza. Bepassz, elhúzza, és valahogy David Luizáról bepattan. 4-0. Az ellenfél nem adja föl. Újból rohamos Kantéval. Megpróbálja egy-egybe végigvinni. Tehát még soha nem jött be itt a világtartán. Tehát tényleg a világtartán soha nem jött még be. Majd viszont jött a kick-off glitch. Hazard. Nagyszerű. Ez is jó. Indul ott kint, ez az. Kapja is Hazard. Meg is tolja, jó átveszi. Megtolja. Nincs benne senki jó helyzetben, de végülis ott van Lemar. 5-0. Gyönyörű volt. Félfordulatból. Fantasztikó. Szép gól volt. Ja, na, hát 5-0. David Luiz. Add be vele, ha tudod. Ez, mindig ezt csinálja, onnan beadja, tudod. De lesz, ami lesz. Hopp, testége megint hatalmas a féd. De sajnos... kipattanó... De tényleg ez voltam.
Tudod, nem akarták gólt kapni az egész drafton, de hát ez nem jött össze, mert a FIFA másképp akarta. Úgyhogy jött egy... Ezért büntetés, jön a büntetés. Jön a bünti, jobb, beszopja, atyaik. Csavar, gyenge volt, nagyon messziről lőttük rá. Ezt még vinni kell. Gyemelés, ez se lesz jó. Nem, ezt is vinni kellett volna. Inkább vittem, azt kipasztoltam volna a benti játékosnak, aki benn volt valad. Ideges. Senki nem indul, mert senkit nem indítunk. Aztán végül jön Gaia. Vele laposan kellett volna inkább hosszúban, nem? Hát, ja, elég baj, mindegy. De már meg lehette egybe beadni, egy gyötrelmes volt. Egy labdaszerzés, igen. Mbappé, most már Casemiro. Messi, ott a bünti, 6-1. Most mi végig volt? Ezzel is még jobban felidegesítve az ellenfelet. Köszönöm. Kiléphetne már, nem? Csepráv is volt szerezni. De jött Varán. Hopp. Na, de minek toljuk meg? Gyönyörű lett van az akció is aztán. Nem lett belőle semmi, sőt, kudarc. Egy kudarc lett. Kapunk közben egy gólt ebből. De tényleg Ramos 20 méterről, csak így ellövőzt gól. Nézzük vissza. Így délt elnyomja. A köcsi. Casemiro. Persze, büntessük meg. Hát ez egy gyenge passz, sokkal jobban helyezik a védő, mint te. Ez megpróbáltad, mi? Poénból próbáltad meg? Ezen senki nem nevetett. Hopp, de jó, hogy megtolta. Jött Sergio Roberto. Rácsúszik, ideges. Indul a Messi, eladjuk. Nem is értem, hogy hova passzoltunk. Ronaldo, hopp, kicsit megakasztjuk. Megpróbálja beadni, onnan is még, Istenem. Ezt rossz nézni már, nekem fáj. Ott indul a Hazard talán, igen. Na, hát a Hazard utolig, ki jön a kapus. És nem, de el tudja tolni mellette. De, ó, jó. Szép. Nem is értem, a kapus oda passzolt a Hazardnak, tudod? Aha. David Luiz. Realistically the nature of the game, nothing false about it. They've thoroughly deserved to be so far ahead. Le kellett már passzolni egyet, tudod, és akkor jó, ha lepasszolja a kicsibe. Jön a bünti? Nem jött a bünti. Szép, Gaia. Sergio Ramos is elő van nála. Ja, hát két védője van hátul. Hopp, Hazard, jól veszi át, rögtön helyzetbe is kerül. Már benne a 16-oson belül. És ott a 8. Elfines sotolta. Innen már új gyakorlat. 99-es Hazard. Jó, hogy bennmaradt és nem az óvon játszik. Na, megpróbálja még egyszer. Helders FC. Távoli elkeseredett lövés. Testégen fogja. És lefújja a bíró a mérkőzést, úgyhogy... egy nagyon könnyű elődöntő. Igazából nem tudom, hogy a többi meccs könnyű lett volna, hiszen a többiek kiglitcheltek, de... Ez így nagyon könnyű volt, ez az elődöntő.
Nem volt semmi jó cseréje szinte. Egy hát ki tudja. Azért volt lövés a 11 neki is, amiből 9 kaput talált, úgyhogy... 1-0-3-0-8-2. Nagyon hamar itt vagyunk a döntőbe. Úgyhogy nyomjuk is. Na hát egy újabb csaló van a döntőben, valami csaló Akkon. Ugye beletett a legjobb játékosokat, Ronaldo... Ronaldos... Suárez van elő, az komoly. Ugye, megpróbált egy Miami BBVA. Hát ez sem fura, ilyen hibrid rasszot csinálni. Szerintem ez csalni fog, mert egy csaló lesz, tudod. De azt a 9-2-es AB is idét adott, mert nem állt. Aha. Na, meglátjuk. De tényleg ez egy szar pálya, a labdát alig lehet látni a pályán amúgy. De tényleg alig lehet látni. Mindig egy csalóak srácok, már startolja is le az ellenfél. És Daya a véd egy anyagot sajnos. Jobb lett majd, hogy megszerezni a vezetést, mert ha gólt lő, tuti ki fog glitchelni. Hát, cserélünk persze. Ez nagyon gyenge passz volt. Ez viszont nagyon jó passz. Dembélé 1-0. Gyönyörű volt. Egy hatalmas indítás volt. Aztán jött a finish shot. 1-0, szép volt. Gyönyörű volt. Ahogy tanítottam. Ugye bejön Chiellini. Bejön Mbappé. Ugye a gólszerzőt most lehozzuk. Megtettem, amit meg kell tenni. Ki helyett? Hozzuk, nem kell, nem. Próbál kiglitchelni, tiszt erőből, az ellenfél. Sajnos nem jön össze neki, úgy néz ki, úgyhogy játszanunk kell. Azokért a pakkokért. Ez nagyon szomorú. Itt a gól, még egyszer. Hopp, rögtön adja a labdát. Messi megtolja. Hopp, ez is jó még. Befelé számított az ellenfél, kifelé toltuk, de aztán Jordi Alba tisztáz. Mbappé is bejött nála, meg azt hiszem a Hazard. Nem figyeltem, pont az akciót figyeltem. Be fogja passzolni, ez jó is, Neymar is bejött akkor nála. Oszta megint testégen a meccsembere, úgy látom. De mekkora ez a kapus, te? Minden kifog. Megveszem. Nem tudom beépíteni a csapatba, de megveszem. Hopp. Hol volt a védelem? Figyelj, átadta valakinek a joystickot. Tudod, már sokkal jobban játszik. Tudod, hogy átadta a kontrollát valakinek, egy profinak. De egy két jó passza nem volt. Ez jó, ez a magas indítás. Messi át is veszi. Beadja középre, nagyon gyenge. De ez nem is tudom, mi volt az elképzelés. Kinek akarod beadni? Neymar. Hopp, jó van. Chiellini jött vissza. Varán hazapasszolja. Testegen pedig ki a jobb szélre. Sergio Roberto. Sergio Roberto tudják szerelni. Kis passzok. Még tovább. Kroos. Dakar érte. Ezt... Miért hőbörő a közönség? Ez nem volt semmi, gyerekek. Ki fog így... Hol a védelmed? Mit csinálsz? Na most nem már egyez egyben, hogy be fogja lőni. Szemet kifogni. Aha. De hol volt a védelem? És akkor egy-egy. Hát igen, gólt kaptunk még egyszer, úgyhogy tök mindegy, az előző meccsen kaptunk a gólt, vagy nem. Jól mondja Alex.
Hát viszont akkor itt az lenne, hogy gólt szerezzél, mert hogy ő szerez gólt egészen fix, hogy ki fog glitchelni. Hol a középpálya? De most komolyan, hol van védelem? Mi van ezzel a játékkal? Nagyon nagy labda megint. Szép! Mbappé. Mint a vonalzóval húzták volna meg a labda, úgyhogy a kapuba olyan tökéletes lapos lövés volt a hosszúba. Ahogy tanítottam. Aha, hiába nyomta a nagy Spárgát Degel. Mbappé, Kroos, nagyon jó. Igen, jövőre Dárcosok utó videók is lesznek a csatornán. Jól mondod, Alex. Elég régóta dárcozom, és elég jól. Mbappé. Hopp, beszoptott mindenkit. Nem kellett volna visszaadni, nem mondom, rácsvarni hosszú, de Mbappé visszaszerzi, hopp. Két lövőccsel, megtartja a labdát, hopp, ezt is beszopja, hopp. Középpassz, és akkor... Hopp, védelem, az hol van? Ronaldo megint tökülesen benne, én már rohan. Csinálj ilyen, nem tudom mit. Bepróbálta bepasszolni, ez nevetségesen átlátszó volt. Ez is... de gyenge passz volt ez is. Na mindegy, Kroos megindul. Messi, visszaadja Kroosnak. Kroos, hogy be fogja lőni, csak megpattan a Rózon. Mbappé. Nem volt valami sikeres szöglet. Szerencsére az ellenfél úgy eladja, hogy kell. Mi is eladjuk. Ő is eladja. Nincs egy értelme, hogy passz a meccsen. Mint hogyha NBA egyet néznék. Ajajajajajaj. Jó. Couldn't keep it in play, it's gone out for a throw. Toni Kroos. Ki a jobb szélre? Sergio Roberto. And that's broken up by the defender before the cross could come in. Aha. Kroos, egy távoli lövés. Dege a véd! Hopp, nagyon megszoptatjuk, Hazard, hopp, még egy szoptatás. Aztán nincs több szoptatás, de Hazard visszakapja. Beadjuk, nagyon gyenge fejes. Az állás továbbra is 2-1. Messi egy labdát szerez, nagyon szabott a kidobás, meg a passz is. Hazard, Messi játszik össze, és a Kroos. Hazard, Gaia, bepassz. Messi. Látod, hogy pattogott a Messi, mint egy rajszínhős. Nagyon nagy passz. De kár nem ment át. Valamit csináljunk már. Így is van, lőni kell egy gólt. 3-1. Glitchel. Glitchel az ellenfél, mert szerencsétlen. Nagyon rá akart menni arra, hogy gólt szerez, tudod. És aztán glitchel, de hát esélye nem volt itt. Úgyhogy ez egy nagyon könnyű draft volt. Szép volt, Alex. Megnézzük a pakokat, srácok. Megnézzük a pakokat. Jó, hogy nem ölött az első gólt, ja. Azért volt lövés a 3. Igen, legutóbb a legszorabbat kaptuk, úgyhogy 1-0, 3-0, 8-2, 3-1. Na, lássuk most mit kapunk. Ó, Megapack, Rare Gold Pack, Premium Gold Players Pack. Ez nem rossz, ez egy közepesnél jobb. Ó, közben van két. Napi feladat, Score for Belgium. Ugye Hazard előttünk gólt, meg... Wallistunk is. Na, melyikkel kezdesz? Premium Gold Players Pack-a jó? Mind a három vékony lenne, hogy bírnunk. Be glitchelni, nem glitchelt be, de vékony. Ez egy
csöves pak volt az első. Na, promopakok, na. Ez be fog csillanni. Ez pi- nem, sima board. Most hittem, hogy valami piros volt benne. Egy buffon. Helyett egy perin. Két játékos van benne. Csodás pak. Felmehet, elviszik 500-a szerintem. 200-ba is. Na. Ilyen jobb is jönni. Megapak. Nem csinálom, befelakasztom a... Oh, hoppá! Oh. Ezt ott. Gyerünk. Kejta, ó. Oh. Ez az. 93-as Kejta. Nyomd át. Gyönyörű nyitás. Gyönyörű nyitás volt. Nagyon kíváncsi vagyok, mennyit ér. 50 ezer biztos. Van ott egy glitches cucc. Forzben. Na nézzük, mennyit ér egy ilyen kejta. Komoly. Aztán ez ilyen 300-et fog érni. Nem rossz, nem rossz. Akkor nem ér 50 ezeret. Mindegy, hát jött egy tot, srácok, az nagyon jó. Fel lehet adni, más jött a profit. Úgyhogy ez egy frankó kis nyitás volt. Kicsivel többet szállítottam, hogy többet ér a kejta, de hát most ennyit ér, ez van, srácok. Minden esetre folytatjuk majd tovább a draft sorozatot a héten, hiszen rengeteg frankó kártyát lehet nyitni most, ahogy látjátok. Úgyhogy nyomni kell most a draftot, nem Alex? Azt mondja, hogy igen. Úgyhogy legközelebb találkozunk, Alex játszott. Csipi voltam, szevasztok.